Szevasztok, Simon vagyok, és ez a videó egy új minisorozat kezdete lesz, ami nem lesz más, mint az új snapshotok, ami igazából már a Minecraft 1.4-hez tartoznak. Ezeknek a bemutatása lesz. Ezek csütörtökönként jönnek ki. Ezen a héten nem volt, ez amit bemutatok, ez pedig még a múlt heti. Igazából nem voltam itthon, ezért nem volt hamarabb videó, és úgy gondoltam, hogy azért kezdem el ezt a sorozatot, mivel senki más nézettebb magyar, mármint akiket én ismerek, szóval senki nem mutatta még be. Ezért gondoltam, mindegyiket be fogom sorra mutatni. Minden csütörtökön kijön egy snapshot, mondjuk, mit tudom én, hát vagy aznap, hogyha meg tudom csinálni, vagy másnapra ki fognak jönni a videók. Szóval minden héten egy, amennyiben lesz snapshot. Ugye ezen a héten nem volt, mivel a Minecraft 1.3.2 jött ki. Úgyhogy szerintem kezdjük is el. Igazából sokan láttatok már külföldieket. Hát igazából a legfontosabb újítással kezdeném. Ráállok a pressure plate-re, és ad nekünk egy nappalt. Szépen. Csinálok éjszakát. Igen, most megy le a nap, szuper. Ráállok a pressure plate-re, és itt van, kell fel a nap. Látjátok ott a commandot itt alul. Ez egy ilyen kis blokkkal valósítható meg, ez a command block, amit igazából nem lehet megtalálni az inventory-ban, hanem magadnak kell adni. Mégpedig 137-es az ID-je, így szépen le lehet rakni, annyira nem néz ki jól, meg minden, de hogyha jobb klikkelünk, rákapunk egy ilyen console command sort, és igazából ezzel bármit tudunk csinálni, amit ide szépen a ugye T-t megnyomva be tudunk írni bármilyen parancsot, például mit tudom én, itt van ugye a per time, amit az előbb is láttatok, a per time set, ez van itt ez alatt beállítva. Hops. Szóval itt van alatta, és egy sima redstone jelet kell neki adni, és aktiválja a parancsot. Mondjuk itt van a toggle downfall, ami ugye az esőt és a havat jelen esetben, nem jelen esetben, a havas biomokon a havat, a sima biomon, ami itt van. Azon pedig downfall, nem, tag downfall, ezen pedig az esőt állítja. Nyilván ugye sivatagos biomon semmit. És igazából most benne van ez a parancs, hogy itt marad ki, így. Hogyha ugye ezt beírom, akkor akkor elkezd esni az eső, ha minden igaz. Így van, most esik az eső. Szuper jó, nem túl hangos. Megrakom a redstone fákját, így ad neki egy jelet. Látjátok, ott van a chatboxban a parancs, és most szépen eláll. Szuper. És ezt állítottam be erre a pressure plate-re, hogy azért valamennyire látszom. Nyilván minden, hogy be lehet kötni, ahogy bármilyen. Hops. Igen, elírtam az előbb, most. Igen, szóval ez egy nagyon hasznos újítás, és igazából teljesen új szint visz az Adventure Mapek építésébe. Én is valószínűleg el fogok kezdeni nem sokára egy újat, ami egy ilyen RPG-szerű dolog lesz, és ugye lesznek benne ilyen command blokkok, mert igazából nagyon hasznos. A leghasznosabb feature-je az nem más, mint a teleportálás, ugye mert van ilyen teleport parancsunk, amikor beírjuk a per TP, ugye a player neve az én vagyok, és mellé egy X, egy Y és egy Z koordinátát. Ezzel ugye az adott helyre tudjuk irányítani a karakterünket, ezt ugye a comment blokkokba is be lehet írni, ez pedig nagyon hasznos tud lenni, ugyanis így nem kell mindenféle trükkökkel megváltoztatni a helyszínt, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen el lehet teleportálni máshova a játékos, akárhova a térképen, egyszerűen csak meg kell adni a koordinátákat. Mielőtt tovább mennénk a fontosabb újításokra, még egyszer visszaállítom éjszakára az időt, és megmutatom nektek, kaptunk egy új potiont, ez pedig nem más, mint a Night Vision Potion. Ilyen szép, kékes, lilás színű, és nyilván van sima iható formában is. Ahogy a neve sugallja, láthatunk vele a sötétben, látjátok, hogy este van, éppen az ott a hold jön föl, és ezért látszik a, itt a csillagok meg minden, szóval éjszaka van, viszont a nappali világossággal látunk. Wow, ezt még nem próbáltam ki. Rohadt jól néz ki. Oké, okay. Szóval ez szerintem így
egy nagyon hasznos dolog. Jelenleg crafting receptje nincs, van itt egy szép brewing stand, amit kikészítettem, de fölöslegesen, mert nincsen még crafting receptje. Úgyhogy ezt majd a következő snapshotban megkapjuk, vagy azután, vagy azután. Szóval valamikor. Na, addig kicsit látni fogok, szerintem adok. Hát de ahogy adok, inkább fogom, aztán visszarakom reggelre. Így. Na, nézzük ezt a teleportos részét a comment blocknak. Erre melyikbe akarok bemenni? Ebbe. Kaptunk egy pár újítást a villagerekkel kapcsolatban. Oh, hello! Oké. Okay. Csak hogy lássatok, hogy nem buheráltam meg senkit. Mármint egyik villagert sem, lerakok egy sajátot magamnak. A trade system, tehát ez a vásárlás... Oh, nem mész ki. Gyere csak vissza. Szóval ez a vásárlási módszer kicsit megváltozott. Most meg bemegy oda. No. Egy emeraldért ad neki 8 dingyét. Eddig ez így szépen működött. Odaadom neki az emeraldját. Megkapja napi bevételt. Na. Így. Mondjuk adok először csak egyet. Neki egyet, ad nekem 8 dingyet. Most picit várok, és látni fogjátok, hogy ilyen, látjátok, ilyen kis zöld, meg ilyen csillagok, meg ilyen fura füst, ilyen lila füst jön körülötte. És most megjelen nekem, ez azt jelenti amúgy, hogy barátságos. És mivel trédeltem vele, ezért most segít nekem. És ad nekem még egy lehetőséget, na ez megint pont egy emeraldér. Ez pedig ad 8 almát. Most még barátságosabb lesz, és még jobban fog engem szeretni. És valószínűleg ad egy harmadikat is. Így van, most búzát akar emeraldér. De jó neki. Kimegyek a szlopok a saját földjéről. No, nem ide. Így. Igazából nem tudom, hogy adja már, nem, de még adja ezeket az effekteket. Ugyanúgy barátságos, viszont nem ad többet, szóval azt hiszem, hogy 3 a maximum. Még adok neki 2-t, azt megnézzük. Igen. Igen, adott még egyet. Tök jó. Hogyha túl sokat trédelünk vele, tehát például odaadom neki ezt sok dinnyét, akkor egy idő után ez megszűnik, ez a lehetőség, és onnantól kezdve ezt nem engedi velünk trédelni. Ez pont emerald, mindegy. Mondjuk vettem egy csomót, opa. Ez nem jött össze. De összejött. Na, látjátok, hogy most itt van ez az X, berakom az emeraldot, és nem akar trédelni velem. Ugyanis túl sokat trédeltem. Viszont, hogyha használok egy másik fajtát, akkor szépen megkedvel engem. Na. Szeres villager! Nem, ez nem megy. Akkor próbáljuk mondjuk a... búzát nem akarok. Ja, most már almát se enged. De jó. Jó, akkor búza. Húha, megint elhúzódik ez a rész. Na mindegy. Tudjátok, hogy én ilyen hosszú videókat csinálok, amiben sokat bénázok. Ez nem jött össze így. Adja. No. És nem oldja fel. Mindegy, a lényeg, hogy ez igazából feloldható lenne. Ugye eddig csak arról beszéltünk, hogy hogyan kedvel meg minket egy villager. Gyere csak vissza. Ugye most van egy csomó opció. Tehát ha megütöm, akkor látjátok, hogy jönnek ilyen nagyon durva villámos felhőszerű dolgok. Igazából pixeles, úgyhogy én ezt tudtam vele kivenni. Ez azt jelenti, hogy utál minket, mert megütöttük. És igazából nem csökkenti... Illetve kéne neki, de nem csökkenti ezeket a lehetőségeket a vásárlás terén. Viszont van, amikor megdrágítja, mert hogyha sokat vásárolunk tőle, akkor mondjuk egyel, mondjuk az ilyen nagyobb tételeket, mint a 12 hal, mondjuk egyet engedből, és akkor 11 halér adja az emeraldot, viszont hogyha megütjük, akkor visszadrágítja. Ezt mondjuk nem tapasztaltam. Elméletileg a jövőben el is fognak tűnni tőle lehetőségek, hogyha már trédeltél vele, hogyha megütöd. Igazából megölni nem lehet őket játékos. Igen, a játékosra nem lehet megölni. Ezt kivették. Néha idegesítő lehet. Na, mász ki onnan. Mindegy, jó helyen vagy. Jó, hát igazából nem veszi el a lehetőségeket. Szóval szerintem menjünk is tovább. Hogy mit csinálnak még a villagerek. Csinálok megint egy éjszakát. Keresem a Too Many Items, de nincsen. Oké. Okay. Ugye vannak a kis zombiaink, akik megtámadják a villageröket. Na de, mostantól, nem tudom, láttatok-e, de valaki mutatott be most, valaki magyar mutatott be egy ilyen modot, nem tudom ki volt. Szóval, a modnak a lényeg az volt, hogyha egy zombi megtámad egy villagert, akkor az is zombivá változik. Ez 1.4-ben elérhető lesz, ó, szia, inkább kiviszek egy csomó villagert, mert valamiért nem szokott mindig működni. Szóval, hogyha megtámad, minek 64-et eszek?
megtámadják a villagereket a zombik, és ugye ők is zombivá változnak, viszont ilyen nagyon cuki orrocskájuk lesz, mint ami a villagereknek van. Persze, hogy peacefulon vagyok. És onnantól kezdve ők is zombik lesznek. Ugyanolyanok, csak máshogy néznek ki, ugyanolyan tulajdonságaik lesznek. Valamint, hogyha egy zombi leszpawnol, akár egy villagerből is, tehát villager alakul zombivá, nézd már Enderman, akkor akármilyen random cuccokat használhat igazából, lehetnek rajta a páncélok, ott van, de szép orra van. Na, itt van, ő egy villager zombi. Szóval akármilyen random páncélzata lehet, illetve valami fegyver is lehet a kezében, például egy kard vagy ilyesmi, és onnantól kezdve erősebb, tehát az összes képességét megkapja azoknak a cuccoknak, ami rajta van. Úgy, mintha játékos lennél, például felveszel egy, mit tudom én, egy vaspáncélt, akkor megvan, hogy mennyit véd és meddig tart. Igazából a zombi hamarabb meghal, úgyhogy nyilván ő rajta nem fog elromlani a ruha, de megvan, hogy mennyit véd, innentől kezdve őt annyival nehezebb megölni. Valamint, hogyha van nála egy kard, akkor annyival többet sebez. Hát akkor most megpróbálok megmutatni nektek egy ilyen zombit. Ja igen, és a skeletonok is tudnak különböző íjakkal spawnolni, páncélban nem, viszont tudnak ilyen mindenféle enchantolt íjakkal. Hú, szegény lakosokra rászabadítom a zombikat. Látjátok, hogyha itt spawnolok a tojással, akkor is ilyen villager zombik is lehetnek. Valamint vannak baby zombik, amik igazából a baby villagerökből lesznek, amiket nem nagyon találtam, és nem nagyon tudom, hogyan lehetne őket előhívni, hogy valami, de a lényeg, hogy van a játékban, és például MC Edittel már lehet csinálni őket. Igen, és hogyha egy zombi beüt egy ajtót, akkor mostantól látszik, hogy mennyire van betörő. Látjátok, itt van ez a törési csík, mint a játékosoknál. Törzs be! Hát ez nem jött össze, barátom. Oké. Kicsit itt hagyom a zombikat, hadd támadják a villagereket. Uramisten! És szerintem visszatérek oda, majd meglátjátok, úgyis fog volna még spawnolni, majd páncélban. Ja, de én nem akarok zombikat. Jó, mindegy. Beveszem Peacefulra, és majd a végén megmutatom nektek, hogyha sikerül egy olyat spawnolni. És akkor menjünk tovább. Most ebbe a kapuba megyek be. Ez pedig egy újabb újítás lesz, amik ilyen nagyon gyönyörű piramisok. Látjátok, itt vannak ezekből jöttek ezekből az égmeredő csíkok, biztos feltűnt már nektek. Szóval ezek ilyen nagyon gyönyörű piramisok. Ez a háromféle méret van belőle, és a legfontosabb része egy blokk, ami jelenleg Work in Progress névre hallgat. Surprise blokk lesz, azt hiszem a neve. A lényeg, hogy úgy néz ki, mint valami színes üveg, világít. Nem, még nincs kraftolása, de ezt majd lehet kraftolni, szóval ez csak kreatív tudsz lesz. És itt van benne, hogy mi mit tud. Ezek ugye ilyen mindenféle cuccok, amik segítenek. Itt van a speed, ugye, amiket a potionokből kaphatunk, effektek. Itt van a speed, ami gyorsít, a haste, amitől gyorsabban bányászunk, a resistance, amitől nagyobb védelmünk lesz. A jump boost, nagyobbat ugrunk, a strength-től pedig nagyobbakat ütünk. Valamint van egy másodlagos képesség, amit mindegyik mellé ad, ez pedig a regeneration, ami ugye folyamatosan tölti vissza a kis szívecskéinket, amik életben tartanak. És ezeket a képességeket, ugye megvan mindegyik, hogy ez a kettő tartozik a legkisebb piramis, ez a kettő nagyobbhoz, a strength pedig a legnagyobbhoz, itt ez a három méret van. És egy ilyen érccel lehet őket, már mint az effekteket elindítani, ugye emeralddal, gyémánttal, vassal vagy arannyal. Akkor meg is mutatom a megépítését, igazából látjátok, akármilyen blokkból lehet, mivel még vas itt nincs, ezért még abból megcsinálom, ebből a négy féléből lehet, és több őrnek kell lennie, szóval mondjuk megcsinálok egy ötöst. Lehet ugye 3x3-as, aztán 5x5-ös, ami van egy 3x3-as, 7x7-es, az 5x5-ös, 3x3-as. Igazából ezek eléggé drága, még a legkisebb is, szóval így szépen tömören kell az egészet megcsinálni, így is a legtetejére pedig ezt a blokkot, és megvárni, míg mindegy magától is működik, csak na most jött le az isteni sugár. Fogok, berakok neki egy értet, ami nincs nálam, mondjuk egy gyémántot. Tök mindegy, hogy milyen fajta a piramis, és milyen fajta az ért, amit beraksz, mindegyik ugyanúgy használható. És most kiválasztom mondjuk a jump boostot, rányomok a Dunra, és most pont nem, de most már mutatja. Itt van a jump boost rajtam, látjátok, hogy csak 7 másodperc, de amíg a körzetében vagyok ennek a
templom piramisnak, szóval ennek, addig folyamatosan visszatöltődik. Minél nagyobb, annál nagyobb a körzet. Amúgy látjátok, hogy most nem, most pont nem. Hát a jump boost az... Igazából... Nem nagyon... Nem nagyon látom, ha nagyobbat ugranék. Szóval... De nagyobbat ugrok. Ja, határozottan nagyobb. Fel tudok ugrani két blokk magasra ezzel. Ja, hát nem, de majdnem. Szóval szerintem ez... Igen, ez szerintem határozottan magasabbra ugrik, mint a sima ugrás. Ugyanis... Igen, mert látom a tetejét a harmadik blokknak. Jó, igen, szóval ez nem éppen egy erős jump boost, mert ez a legkisebb verziója. Ja, szóval ez annyira nem ugrik magasra, nem két blokk. Viszont mellé ad egy regen... Nem ad regenerationt. De szokott adni amúgy, szóval... Wow. Kis bug. Oké, azt hiszem lehet csak akkor ad, hogyha ugye sérült vagy. Na, hát akkor... Itt vannak ezek a kis piramisok, megnézem úgy, hogy az Emerald az nagyobb jump boostot, de hogy így nagyobb torony. Nincs nálam semmi, adok bele egy... Adok neki egy, mit tudom én, egy vasat. Ja, kiválasztom a jump boostot. Nem, ugyanúgy egyeset adott. Jól van, hát akkor... Tényleg ez nem lehet más, hogy... igen, szóval ezek nyilván hasznosak lesznek majd valamikor, ugye, hogyha nagyobbak lesznek a körzeteik és hasonlók, viszont így kegyetlen sokba kerül. Ez az Emerald, amit igazából megépíthetnék vagyból, gyémántból vagy aranyból is, ez 747 ércből lenne. 747 Emeraldból, és itt van egy kis villager, aki... Akivel lehet trédelni. 12 halér ad egy emeráldot, ez 8964 halba kerülne egy. És ez pedig 21 wool ad egy emeráldot, ez pedig 15687 woolba kerülne egy ilyen piramis, ami ad nekünk 8 másodpercre egy jump boostot, amíg ugye a hatókörén belül vagyunk. Ezt nem tudom, hogy meddig tart. Itt még tart. Itt is tart. Na, akkor ennek egészen nagy. Itt még mindig tart, wow. Ezt nem teszteltem le, hogy mi ez még mindig tart. Na, hát ekkor ennek már van értelme, de jó, nyilván senki nem tudja megépíteni. Jó, hát eddig tartott körülbelül. Most beadok szépen egyet a kisebbünknek, mondjuk egy vasat. Majdnem beírtam magyarul, hogy vas. Szóval adok neki egy vasat, kiválasztok, mit tudom én, egy resistance-et nem tudok, akkor egy haste-et. Most ugye van haste-em is, gyorsabban ütném a blokkokat, hogyha nem kreatívban lennék. Ez ugye még idáig ér. A fény hatósugar az biztos benne van. Igen, még mindig. És ennek már ennyi. Innentől már kín vagyok a hatósugarám. Ezzel az emeralddal elég sokáig le lehetne menni mondjuk. Hát bedrockig nem, de azért egy gyémánt szintig majdnem le lehet vele szerintem menni. Jó van, akkor szerintem ennyit a piramisokról. És... Konkrétan ennyit az egész patchről, mert ennyi a dolog, ami benne van. Igazából a comment blokk, ami a legfontosabb benne. Valamint, hogy ugye a zombiknak és skeletonoknak. És azt hiszem, hogy a zombi pigmeneknek is ugye új felszerelésük van. Illetve csak néhánynak. Most kipróbálom. Time set night. Most kipróbálom, hogy tényleg... Milyen gyakran ad neki, mert nyilván láttam már, csak az villager. Csak azt nem láttam még, hogy én spawnoltam és lett volna rajta ruha. Gyerünk, hú, szegény villagerek. Mind meghalnak. Nem, ez határozottan nem ad nekem ilyet. Igen, elég ritkák. És full armorban szoktak igazából spawnolni, szóval nem csak így egy sisakkal a fejükön, vagy egy csizmában rohangásznak, hanem tényleg teljes vas armor. Ott, na! Ennél például pont nem fegyver van, hanem egy ilyen vasásó. Hogyha mondjuk legyilkolom egy gyémánt karddal,
mert ilyen fair vagyok, akkor nagy valószínűséggel ki fogja ejteni, nem biztos. Hát ezt pont nem dobtak, igen. Szóval van, amelyik nem biztos, hogy kidobja, ami nála van. Na most látjátok, hogy ennyi zombiból az az egy spawnolt akármilyen cucca, most éppen egy páncélost akarnék megmutatni, de hát az spawn nem látok. Na. Nem akarom olyan hosszúra a videót, mert konkrétan már vége van és be van mutatva minden, de azért nem akarok zombi apokalipszist előidézni, úgyhogy semmi eredménye nincsen. Jól van, akkor próbáljuk meg a skeletonokkal. És igen, itt van, találtam egyet ennyi skeleton leszpanulása után. Itt van a barátunk, akinek szépen villog az íja. Ezeket el is rakom. Igazából nem tudom, hogy milyen effekte tud az íja, tud ugye mindenfélét, amit egy enchanted íjtól várnánk, szóval lehet, hogy nagyobbat lő, lehet, hogy felgyújt, vagy ilyesmi. Igen, ő ennyi skeleton közül az egyetlen, akinek ilyen van, szóval annyira nem gyakori a spawnolásuk. És az előbb láttam itt egy aranypáncélos zombit. Eléggé feltűnő, de ott van. Körbepogózzák, úgy néz ki, mint valami király. Na, hát fegyver az nincs nála, de aranypáncélja van. Megpróbálom megölni, hát ha odaadja. Nem jellemző, azt is elég ritkán adják oda. Szóval nagyon nehéz tőlük ilyeneket szerezni, ha nem is adott semmit. Szóval akkor ennyi lenne mára, majd a következő videó az jövő héten. Csütörtök, pénteken, szóval amikor kijön a snapshot, akkor lesz, ja, se adott semmit. Remélem tetszik. Hogyha valami kérdésetek lenne, nyilván ugye a letöltési linkje az lent lesz a leírásban. És légy szíves, nézzetek a videó leírásokat, mert minden oda van írva. Valamint érdemes a Facebookot is lájkolni, mert elég kevesen vagytok igazából a feliratkozóim számához képest, mert ott osztok meg live-okat és ilyeneket, amikről éppen nincs kedvem gyors videót csinálni, mert fölöslegesnek tartom. Szóval köszönöm a figyelmet, sziasztok!